Több középületen is komoly munkálatok kezdődnek nagyúton. Az iskola, a polgármesteri hivatal és az óvoda is érintett, közölte helyszíni projektbejárásán a munkák megindulás előtt Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Az óvoda nagyjából 55 millió forintból teljesen fel lesz újítva és ki is bűvítve, és az óvoda, az iskola, a hivatal külső energetikai felújítása is elkövetkezik. Napelemek jönnek, nyilászárócsere, a szigetelések rendbetétele munkaterület átadás van, és a műszaki ellenőrnek a kiválasztása folyamatban éppen megindul az óvoda belső egyben bővítés is, teljesen kompletten feleszújítva, mint egy 55 millió forintból, illetve az óvodának, az iskolának és a mögöttünk álló polgármesteri hivatalnak a külső energetikai felújítása. Örömteli várakozás végén vannak túl a nagyútiak Tóth Géza polgármester szerint hogy eljutottunk odáig, hogy megvan most már a kivitelező, megvan most már a műszaki ellenőr, megvan a területátadás, és akkor most már tényleg csak azokat a napokat várjuk, amikor konkrétan elkezdődnek fizikálisan és a kivitelezések. Az érintett intézményeknek fontos szerepe van a településen, mert ezeket napi szinten használja a lakosság, húzta a Géza. Az épületek energetikai korszerűsítése 150 milliós tétel, és mióta megépültek, azóta nem volt rajtuk kisebb javításokon kívül még eddig igazi nagy felújítás, mondta el a polgármester. Hozzáfűzte, a ciklus végére minden középület fel lesz újítva, és a templomra is keresik a forrást.